Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és a mi Urunktól, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Szeretett testvéreim, az éneklapunkról a 613-as dicséretet énekeljük el. Első oldalon találjuk meg bús, sötét éjből, börtönömből, Jézus jövök, Jézus jövök. Mielőtt imádkozunk, engedjék meg, hogy elmondjam szeretettel, mivel látom, hogy fent már a karzaton is nagyon nehezen férnek, és az előtérben többen vannak, hogy a földszinti és az emeleti termekben is leülhetnek, és tévén nézhetik a szolgálatokat, illetve még itt a templomtérben hátul a fal mellé be lehet állni, ha már ott fent nem férnének. És kérem, hogy hajtsuk meg fejünket,
és ne csak énekeljük szánkkal, hanem imádkozzuk szívünkkel, hogy Jézus, jövök hozzád. Úr Jézus, köszönjük, hogy hozzád jöhetünk, mert te eljöttél hozzánk. Hálásak vagyunk, hogy emberré lettél, emberként éltél, egyetlen igazként közöttünk, és kitártad felénk a szívedet, megmutattad, milyen mérhetetlenül nagy a szereteted. Mert mi akármilyen mélyre süllyedhettünk, akármilyen távol kerülhettünk tőled, te kész voltál utánunk jönni, nem csak ide a föld porába, hanem mentél a halálba, alászálltál a pokolra, a kárhozatba, hogy feltámadásod által utat, reménységet mutass valamennyünk számára. Most hozzád jövünk, mert tudjuk, hogy te magad vagy az élet. Szeretnénk, hogyha szent lelked által most önmagaddal ajándékoznál meg. Te ismered az életünket, tudod mennyi gát, milyen sok akadály tornyosul közted és köztünk. Segíts most ezeket félretenni az útból, és szólíts meg bennünket, fiatal testvéreink, színdarabja, éneklése, bizonyságtételén keresztül, az ige hirdetése által, a te teremtő szavaddal. Mert úgy szeretnénk, hogy világosság gyulladjék bennünk, hogy új élet kezdődjék el, hogy gyermekeiddé legyünk. Kérünk, mennyei édesatyánk, Jézus Krisztusért, ajándékozz meg ezzel most bennünket. Amen. Nagy szeretettel köszöntök mindenkit Álom vagy Valóság című színdarabunk előadásán. Amint a cím is mutatja, színdarabunk egy álomról szól, amely a valós világot jeleníti meg. A szereplők nem hivatásos színészek, hanem bibliakörünk tagjai. Az általuk megjelentett karakterek csupán kitalált személyek, kivéve az utolsó szereplőt, aki a saját életéről fog beszélni. Ha valaki mégis hasonlóságot vélne felfedezni saját élete és az itt látottak között, az nem a véletlen műve. Vasárnap volt. A Kovács család templomba készült. Erre amúgy csak nagy ünnepeken került sor, ezért ez az esemény kissé kizökkentette a Kovács családot a jól megszokott kerékvágásból. Kovács úr idegesen tisztogatta új autóját, mialatt felesége már órák óta a fürdőszobában csinosította magát. Nem igazán tudta, hogyan is kellene kinéznie lánya konfirmációján. Persze nem hiányzott ez senkinek, de a nagymama úgy ragaszkodott hozzá, nem akarták megbántani szegényt. A hosszas készülődés miatt 10 perces késéssel érkeztek a templomba. Az idegességtől remegve kerestek maguknak ülőhelyet. A kezdeti feszültség után Kovács úr hamarosan azon kapta magát, hogy képtelen figyelni az elhangzó Isten tiszteletre. Már az éneklés közben is a padozat erezetét és furcsa mintáit nézegette, majd lassacskán elszenderült. Álmából csak a pad remegése riasztotta fel, amikor mindenki felállt a fogadalomtételre. Boldog tudattal töltötte el, hogy már nincs sok hátra, lelki szemei előtt pedig a paprikás csirke képe lebegett. De aztán még az a néhány perc is egy órának tűnt, míg nem a lelkész az áldással elbocsátotta a gyülekezetet. Kovács úr gyorsan betuszkolta a családját az autóba, majd a többieket sikeresen megelőzve hazahajtott. A vasárnapi ünnepi ebéd után Kovács úr szokása szerint kanapéjára heveredett. Örült, hogy a délelőtti kellemetlenségek után a világrendje helyre áll. El is szundított hát. A padláson pedig porosan ott hevert egy
Biblia. Elrendeltetett, hogy az emberek egyszer meghalnak, azután pedig ítélet következik. Önnek megállt a szíve, Kovács úr, meghalt. Rövidesen Krisztus ítélőszék elé fog állni. Nem sokára az fog kiderülni, hogy ön hol tölti majd az örökkévalóságot. Van egy ajtó, a kárhozatra nyílik. Sötét út le a pokolba. De van egy másik ajtó is. Mi van mögötte? Amit szem soha nem látott, fül soha nem hallott, amit ember szíve soha meg sem gondolt. Ezt készített el Isten az őt szeretőknek. Csak nem a mennyország. Így van. Nos, Kovács úr, most meg kell beszélnünk, hogy hová kívánkozik. Természetesen a mennybe szeretnék. Azt mindenki szeretné. Tényleg. Azelőtt a földön sokan mást mondtak, hogy unalmas lehet a mennyben, meg ilyeneket. Nagyon hamar megváltozik a véleményük, miután megpillantják a valóságot. A kárhozat rémisztőbb, mint azt a megromlott emberi elme valaha is elképzelhette volna. Kérem, én mindig is riadtam az ilyen sötét dolgoktól. Ezért szeretnék a mennybe jutni. Előzetesen jelentkezett? Nem. De most szeretnék. Innen nehéz. 1000 pont szükséges. És hogyan kaphatom meg? Jó cselekedetekkel, kifogástalan életvitellel, tökéletességgel, büntelenséggel, de mindenekelőtt kegyelemből, mert kegyelemből van üdvös. Jól van, ne is folytassa, rendben lesz. Hiszen én mindig is jó ember voltam, és igaz. Várjunk! Itt fent az a tapasztalat, hogy önmagában nincs egy igaz sem. Ezt jobban meg kell vizsgálnunk. Tessék! Most elkezdjem? Vagy maga tesz fel kérdéseket? Kezdje csak el. Jól van. Családszerető ember voltam. A feleségemet nagyon szerettem, szinte soha nem veszekedtünk. Mindig fáradhatatlanul dolgoztam, hogy jó anyagi körülmények között éljünk. Itt van például a ház, az új autónk, nyaralunk. Kovács úr, ez mit sem ér? Mert mit használ az embernek, ha az egész világot is megnyeri, lelkében pedig kárt vall. Értem. Ha ezt tudom, kevesebbet hajtok. De hát csak nem járathattam használt ruhákban a családot. Mit szóltak volna a szomszédok? Mi kérem, büszke emberek vagyunk. Aki felmagasztalja magát, megaláztatik. Aki megalázza magát, felmagasztaltatik. Már ez is baj. Na mindegy, folytatom.
Szóval a feleségemet soha nem csaltam meg. Egy pillanat. És gondolatban? Gondolatban? Ugyan már, hisz maga is tudja, mi mindent meg nem tesz az ember gondolatban. Kovács úr, az én uramnak nagyon finom érzéke van az igazsághoz. Ő azt mondta, aki parázna kívánsággal tekint egy nőre, az már paráználkodott az ő szívében. Hú, akkor ezért nem kapok pontot. És amiért jól bántam a feleségemmel? Azért kapott, Kovács úr. Rendben. Folytassuk a fiammal. Nagyon szerettem. A legjobb iskolákba járattam. Éjjel-nappal a lelkére beszéltem. Fizettem a korrepetálását, a rengeteg külön órát. Mi lett belőle? Fél éve láttam utoljára. Nem nagyon tartjuk a kapcsolatot. Felém se néz. Ez a hála. Kovács úr, ön szorult helyzetbe hozta a fiát. Mindig is túl sokat követelt tőle. Soha nem érdekelték a fia valós problémái, igényei. A fiában akarta megvalósítani mindazt, ami magának sohasem sikerült. Akkor ezért sem kapok pontot, ugye? Hát nem sokat. Nézzük meg a munkámat. A család mellett a munka volt a mindenem. Mindig elvégeztem a rám bízott feladatot. Ez ér valamit, nem? De. A megbízhatóságot értékeljük. Ott van például a főnököm. Soha nem mondtam meg neki a magamét. És a háta mögött? A háta mögött? Hát hogyan mondtam volna meg másképpen? Kirúgott volna, és nekem családom volt. Nem tettem szóvá nyíltan semmit. Viszont én elviseltem azt az embert. Ez kevés. Szeretnie kellett volna. Szeretni? Igen, szeretni. Isten két fő parancsolatot adott az embernek. Az első, szeresd az Uradat, a te Istenedet, teljes szívedből, teljes elmédből és minden erődből. A második, hogy szeresd fele barátodat, mint magadat. Ebből épül fel a törvény. Az emberi élet voltaképpen a szeretet elfogadásából és továbbadásából áll. Ha ez nem nyilvánul meg tettel, szóval, gondolattal, és elakad, ön vétkezett. Vétkezett Isten és fele barátai ellen. Azt hiszem, értem, mire gondol. Hány pontom van? 32. Csak 32? Hát értse már meg, én egészen normális ember voltam. Soha nem voltam különösebben rossz. Maguk itt nem lehetnek ilyen kicsinyesek? Nézze, Kovács úr! Isten senkit nem hagyotta felől bizonytalanságban, hogy ő az élet végén ítélni fog. Erről maga is hallott, vagy nem? Igen, persze, de azt gondoltam, hogy nem vagyok ennyire rossz, hogy itt elítéljenek. Akkor Isten miért küldte el a fiát, hogy meghaljon a bűnösökért? Hiszen abban hittem. Hát nem az van a Bibliában, hogy az kap örök életet, aki Jézus Krisztusban hisz? De igen. Lám, milyen jól kiismeri magát. Maga azonban, Kovács úr, egyáltalán nem hitt benne. Azzal, hogy néha vasárnaponként a templomban ilyesmiről gondolkozott, csak be akarta biztosítani magát. Jézus megváltó halálára azonban nem volt szüksége. Saját cselekedeteivel akart boldogulni. Szíve mélyén nem volt meggyőződve arról, hogy Isten fiának egyedül csak önért is meg kellett volna halnia. Mert Isten előtt nem fog tudni megállni. Hiszen maga nem is volt olyan rossz. Értem. Ezt sajnos el kell ismernem. Viszont nem is emlékszem rá, hogy valaki mondta volna, hogy itt ilyen szigorúan veszik a dolgokat. Van még valamilyen lehetőségem? Nézze, én csak egy angyal vagyok. Az ítéletet a fiú tartja. Az én dolgom csak a könyvelés. Minden, amit tett, felírtuk egy könyvbe. Jót és rosszat. Ezeket még jobban összevetjük, azután az 1000 pont megmarad, tovább mehet. De ez még nem minden. Még azt is meg kell nézni,
Be van-e írva a neve az életkönyvébe? De azt csak az én uram veheti a kezébe. Folytassuk a vizsgálatot a pontok miatt? Hagyja. 1000 pontot soha nem érek el. Hiszen kegyelemből van üdvösségetek a hit által, és ez nem tőletek van. Isten ajándéka ez, nem cselekedetekért, hogy senki se dicsekedjék. Szóval ez az a hely, amiről annyit beszéltek a Földön. Hát mégis létezik. Ez a világ mindig is létezett. De ez csak az előcsarnok. Itt készítünk fel mindenkit a tárgyalásra. De hogy ki kerül a mennybe, ki a pokolba, az csak a bírósági tárgyalás után derül ki. Nézze, hagyjuk a formaságokat. Intézzük el egymás között. Tudja, nekem sokat megérne, ha beengedne a mennybe. Ön valamit nem ért, Szabó úr. Istennek is sokat megért ez a dolog. Ő az egyszülött fiát adta, hogy sem maga, sem más el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Ami pedig a megvesztegetést illeti... Várjon, nem úgy gondoltam. Tudom én, mi kell maguknak. Tudja, én például konfirmáltam is. És aztán... Aztán örököltem apám üzletét. Jó befektetés volt. Nézze, én jártam volna a templomba, mindenféle alkalmakra, de hát az üzlet valamiből meg kellett élnünk. Szabó úr, önnek pontosan 10-szer annyi vagyona volt, mint amennyiből ön és a családja kényelmesen meg tudtak volna élni. Nem, ez egyáltalán nem biztos. Telefonálhatnék egyet, lehet, hogy megint leértékelték a forintot. Ez nem mentség, Szabó úr. Tudjuk, hogy több külföldi bankszámlája is volt. Hát, maguk aztán tényleg mindent tudnak. De akkor nyilván azt is, hogy mennyit alakoztam. Így van. Meg is kapja érte a megfelelő pontszámot. Helyes. Viszont le is kell, hogy vonjunk belőle. Miért? Mert ön az emberek előtt tetszelgett. És nem Isten szerinti jósággal könyörült másokon. Viszont soha nem loptam, csaltam, hazudtam. Rabolt. És mi a helyzet az adóbevallással? Mi? Mindig nagyon becsületes volt? De hát az nem lopás. Hadd mondjam el, mindenki ezt csinálja. Tudhatta a Bibliából. Adjátok meg a császárnak, ami a császári, és az Istennek, ami az Istené. Most olyan nagy baj, hogy én gazdag voltam? Nem. A gazdagság önmagában nem bűn. Bűn az, hogy maga a vagyonát becstelen módon szerezte, és abban bízott. Megirattatott a Bibliában. Bolond az, aki a vagyonában bízik,
mert ha még az éjjel elkérik a lelkét, nem vihet magával semmit. Úgy látszik, szegénynek kellett volna lennem. Boldogok a szegények, mert övék a mennyek országa. Még mindig nem ért valamit, Szabó úr. A szegénység önmagában nem üdvözít. Jézus pontosan azt mondta, boldogok a lelki szegények, mert övék a mennyek országa. Ma is szegények és koldusok kéregetnek a föld utcáin. Ők testi táplálékért könyörögnek. A lelki szegények azért boldogok, mert ők lelki táplálékot kéregetnek Istentől, beismerve, hogy lelkileg szegények, és ezért megelégítetnek. Értem én, hiszen emlékszem, nehezebb a gazdag embernek bejutni a mennyek országába, mint a tevének átkelni a tűfokán. Ezt jól idézte, Szabó úr. De azért mégsem lehetetlen dolog ez. Tudja, mi volt a tűfoka? Nem. Micsoda? Egy kapu, Jeruzsálem falán. Szűk volt. Csak akkor fért át rajta a teve, ha letérdelt. Fiam, szólhatnék a fiamnak, tudja? Rosszul neveltem. Önző lett és erőszakos, mint az apja. Nem akarom, hogy neki is így kelljen megállnia itt. Attól tartok, már elkésett, Szabó úr. Ne gyűjtsetek magatoknak kincseket a földön, ahol a moly és a rozsda megemészti, és ahol a tolvajok kiássák és ellopják. Hanem gyűjtsetek magatoknak kincseket a mennyben, ahol sem a moly, sem a rozsda nem emészti meg, és ahol a tolvajok sem ássák ki, és nem lopják el. Mert ahol a kincsed van, ott lesz a szíved is. Hiszem el. Ez nem létezik. Ez csak egy rossz álom lehet. Ez a világ mindig is létezett. Csak ön kizárta a lehetőségét, fiatalember. Persze. Mert tudományosan bebizonyították, hogy nincs teremtés. Az élet keletkezését csak az evolúciótanul lehet magyarázni. Mégis. Mit tud ön az élet keletkezéséről? Mindent meg tud magyarázni? Hogyne? A Földünk 4,5 milliárd éves. Az első sejt
véletlenszerűen alakult ki rajta. Az ezt követő biológiai fejlődés során mindig a legéletképesebb faj maradt fönn. A többi bizony kipusztult. Az egyik élőlényből keletkezett a másik. Gondolja, hogy az élettelen anyag képes mindenre? Hogy létrehozza az egész élővilágot, benne az embert, a gondolataival együtt? A 21. században ez nem lehet kérdés. Ismerjük a biológiát, a kémiát, a geológiát, a csillagászatot és az összes többi tudományt. A legmodernebb műszerek eredménye is mind-mind erre. Soha nem gondolt még arra, hogy ez a bonyolult összetett világ nem jöhetett létre csak úgy magától. Az ember, a gondolatai, az érzelmei... Engedj egy befejezzem! Köszönöm. Mára eljutottunk odáig, hogy az ember be tud avatkozni a természet folyamataiba. Akár a sejteket is egyenként tudjuk manipulálni. És ez még csak a kezdet. Nem akarom meggyőzni. Meg van írva, egyszer minden térd meghajol az Úr Jézus előtt. Meggyőzni? Hát, meggyőzni azt nem is tudna. Tudjuk, hogy voltak olyan tudós tanárai, akik figyelmeztették, hogy az evolúciótan igencsak megkérdőjelezhető. Igen, de azok az emberek, akik elvetik az evolúciótant, vallásos emberek. Tévedés. Az evolúciótanban már vallástalan emberek is kételkednek. Természetes tény, hogy a teremtést vallók többsége Isten hívő ember. De ők is a természettudomány doktorai. Miért nem hallgatta meg az ő véleményüket is? Nézze, ők egy teremtő Istenről beszéltek. Én ezt egész egyszerűen nem vagyok hajlandó elfogadni. Tudja, én a tudományt választottam, Isten nélkül, nem a hitet. A tudás ellentéte nem a hit, hanem a tudatlanság. A hitnek pedig a hitetlenség. Maga pedig hitt a buddhizmusban. Ezt hogyan magyarázza? Ezt hogy érti? Ezt a hitet milyen bizonyítékokra, tudásra, saját megtapasztalásra alapozza? Meggyőzőnek tűnt. Megvan írva, az emberek saját szívük kívánsága szerint keresnek maguknak tanítókat. Saját maguk által készített isteneket imádnak. Várjon! Senki sem tudta bebizonyítani, hogy Isten létezik. Maga fiatalember, hogyan bizonyította volna be, hogy nincs? Hát azt nem tudtam. Ne hagyjuk a tudományos fejtegetést. Mit tett ön az életében, amit itt fel tudna mutatni? Rengeteget tanultam. Eltökéltem, hogy híres ember leszek. A felfedezéseimmel gazdagítom a tudományt. Elősegítem az emberiség fejlődését. És a 21. század előjének... Ez mind szép. De ha őszinték akarunk lenni, ön a saját dicsőségét kereste egész életében. Ki másért kerestem volna? Kárára volt a társainak, nem segített a gyengébbeknek, hanem lenézte őket és puszta versengésből tanult, magát különbnek tartva másoknál. Megvan írva, aki felmagasztalja magát, megaláztatik. Hát honnan tudhattam volna, hogy igaz ez az egész? A húga. Több ízben figyelmeztette magát emiatt. Hogyan már? Csak általános iskola 7. osztályába jár. Itt bölcselkedett nekem. Nekem, akinek doktori végzettségem van. Látja? Hát hol érdekelt az ő vélemény? Látja? Isten szeretetében az is benne van, hogy egy kevésbé tanult ember véleménye is érdekli. Neki minden ember számít, és nem akarja, hogy csak egy is elvesszen közülük. Akár tanult vagy tanulatlan, híres vagy szürke kis ember, szegény vagy gazdag, bűnös vagy kevésbé az. És most bűn az, hogy én tanultam. Hogy éjszakákon át olvastam, és sok ismertetettem szert. Nem. Nagyon jó, ha az ember tanul. Sőt, mindenki tanuljon, amennyit lehet. A bűn az, hogy ön a tudását tudásában bízott, és azt a maga dicsőségére szerezte. Nemhogy mások javára használta volna fel sokrétű ismereteit. Az ismeret felfuvalkodottá tesz, a szeretet pedig épít. Thank you.
apám! Micsoda száguldás! Jó kis anyag! Hol vagyok? Túladagoltad magad. Véget ért az életed. Nem sokára Isten elé kerülsz. Mi? Úgy érted? Vége ott mindennek? És a pasiak egész este fűzet? Mögöttem az élet? Meg van írva. Amit vet az ember, azt is aratja. De térjünk a tárgyra, kisasszony. Hová kívánkozik? Hová, gondolom. Nem ez a korlátlan lehetőségek hazája. Mondjuk a mennybe. Nehéz lesz. Hogy nehéz? Na várjunk csak. Még csak most voltam 18. Még ki sem éltem magam igazán. Hogy is követtem volna el bűnöket? Lassaj voltam. Lassabban. Ezt jobban meg kell vizsgálnunk. Mi a helyzet a kábítószer fogyasztással? Az ecstasy nem kábítószer. Más országokban legális a fogyasztása. És a kokain? Most próbáltam ki először. De folytassuk. A tanáraidnak folyton hazudtál. Az osztálytársaidat zsaroltad, a szüleidet megloptad. Maga ezt nem értheti. Pénzt kellett szereznem valahogy, és kész. Semmit nem adnak ingyen. Ez így van. Az ördög módszer ez. Mindent ígér, semmit sem ad, mindent elvesz. És a férfi, akit említettél? Melyik? Ez így pontos. Ezek szerint a számát sem tudod a férfiaknak, akiknek az ágyába bújtál, nemhogy a nevüket. Isten a szexualitás ajándékát a házasságra tartogatta. A lélek egyik gyümölcse az önmegtartóztatás, és az Úr gazdagon megáldja azt. Engedetlenségednek gyilkosság lett a következménye. Gyilkosság? Abortusz. Isten előtt gyilkosság a magzatelhajtás. Jó, de most szültem volna meg 17 évesen. Leitattak. Az apjára sem nagyon emlékszem. A faterom tuti kirúgott volna. Meg valahol még én is gyerek voltam. Így van. Ezért kellett volna várnod az Istentől kapott társadra, a felnőtté válásig. Amikor is a házasságban Isten áldásaként fogadhattátok volna el a gyermeket. És miért nem mondta ezt nekem soha senki? Mert nem akartál hallani róla. Sokszor hívtak bibliaórára Isten tiszteletre, nem? Jó, de vasárnap. Egész héten suli, parti hátán. Valamikor pihennem is kellett. Isten rendelt pihenőnapot, hogy az ember a hét egy napján elcsendesedve megpihenjen színe előtt. De nálad vasárnap is bömbölt a zene. Egyáltalán soha nem tartottál egy kis csendet az életedben, hogy elgondolkozz a dolgaid felől. Jézus sokszor hívott téged, hogy megismerd őt, és megismerd azt a gazdagabb életet, amit neked szánt. De te nem akartad. Őszinte legyek. Azt hittem, Isten el akar venni tőlem mindent, az örömeimet, a szabadságomat. Azt hittem, képes leszek boldoggá tenni magam nélküle is. És sikerült. Isten nem akart tőled elvenni semmit, sőt, adni akart. Ő az ajándékaival akart elhalmozni téged, melyek maradandóak, szemben a te múlandó pillanatnyi örömeiddel. Én gondoltam arra, hogy egyszer majd fölveszem vele a kapcsolatot, de későbbre terveztem. Aki késői kegyelemre számít, az nem fogja elnyerni. Ezért ma, ha az ő szavát halljátok, meg ne keményítsétek a szíveteket. Jó, az Úr van.
Jaj, de jó, hogy itt van aranyoskám. Erre kell mennem a mennyországba. Egy pillanat, néni. Előbb meg kell vizsgálnunk, hogy merre mehet. Csak is a mennybe. Én jó ember voltam. Minden vasárnap templomba jártam, mindig dobtam a persejbe, és megtartottam minden rendelkezést. A 10 parancsolatot is megtetszett tartani? Hogyne, aranyoskám. Azt is, hogy ne ölj. Hát persze. Itt úgy tudjuk, hogy ellenséges viszonyban volt a szomszédasszonnyal. Többször megátkozta és a halálát kívánta. Hát hogy is lehetett volna békességben élni azzal az átokpajzattal? De megismerte a jóisten. Múlt évben bevégezte. Tudja a néni, hogy Jézus Krisztus ezért az asszonyért is meghalt? Jaj, persze, kedves kimet, nem úgy gondoltam én azt. A néni pedig ezt a váltságot semmisnek nyilvánítva gyilkos indulattal volt iránta. A Biblia tanítása szerint nem csak tettel, de szóval, sőt gondolattal is lehet ölni. De menjünk tovább. A ne tégy hamis tanúbizonyságot parancsol, hogy tetszik állni? Én? Soha egy rossz szót senkiről. Én aztán... Ez sem igaz. Tudomásunk van róla, hogy mennyi kárt okozott a környezetében azzal, hogy hazug pletykákat terjesztett. Mennyi ellenségeskedés és válás származott a rágalmaiból. A sógorát is folyton gyalázta. Hát lopott, mint a szarka! Igen, valóban. Bűnös ember volt ő is. Viszont fáradhatatlanul dolgozott a családjáért, és voltak érdemei is. Hamis tanúbizonyság az is, ha valakinek a rossz tulajdonságait előtérbe helyezzük, a jókat pedig meg sem említjük. Jaj, kedves kém, én nem hiszem, hogy a jó Isten engem ezért megbüntetne. Újabb hamis elképzelés az, amikor Isten egy tulajdonságát, hogy ő jó, kiemeljük, túlhangsúlyozzuk. Holott Isten jósága mellett igazságos és ítélő Isten is. Meg van írva, a bűnt büntetés követi. A bűnös embernek meg kell bűnhődnie. Isten tudta, hogy minden ember el fog követni bűnöket. Így minden embernek az elszámoláskor bűnei miatt meg kellene halni. De Isten annyira szerette a világot, hogy egyszülött fiát adta, hogy aki hisző benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Jézus Krisztus a Golgotai keresztfán meghalt minden egyes ember bűnéért. Isten őt büntette. Ő volt a helyettes áldozat. Én tudom ezt. Én jártam templomba. Én Bibliát is olvastam. Néha. Tetszett olvasni a Bibliát? És a néni újjászületett? Nekem arra nem volt szükségem. Én mindig hittem a jó Istenben. Ilyen kicsi gyerekkorom óta. Jézus maga mondta, szükség nektek újonnan születnetek. Aki nem születik újonnan, nem láthatja meg az Isten országát. Ezt Jézus Nikodémusnak, Izrael egyik legnagyobb vallási vezetőjének mondta. Ha tehát még neki is szüksége volt az újjászületésre, akkor a néninek erre nem volt szüksége? Hiszen enélkül a vallásossága sem ért semmit. De hát mit jelent az tulajdonképpen, hogy újonnan születni? Mindenek előtt be kellett volna látnia, hogy Isten előtt bűneivel nem tud megállni. Bűnbánatot tartva, hittel el kellett volna fogadnia, hogy Jézus meghalt, az ön bűnéért is, maga helyett. Be kellett volna hívnia Jézust az életébe azzal az elhatározással, hogy ezentúl neki él, úgy, ahogy ő kívánja. És úgy kellett volna átadott életet élnie, növekedve Isten kegyelmében, hogy az Isten tetszését elnyerje. Ugyanis ezáltal találja meg az ember boldogságát, békességét, annak célját és értelmét, hogy mi végre teremtetett a földre. Ó, én buta öregasszony! Én mindig azt gondoltam, hogy Isten nagyon elégedett velem. Én azt gondoltam, hogy én mindent megadtam neki. És hogy ennél többre nincs szükség.
Ez a nép csak szájával tisztel engem, de a szíve távol van tőlem. Én bűnös emberként éltem. No csak. Suhai Györgynek hívnak, vallásos családban nevelkedtem, ami azt jelenti, hogy körülbelül 6 éves koromban elkezdtem járni gyermekbiblia órára, hittanra, annak rendje és módja szerint le is konfirmáltam, és azután is rendszeresen jártam a gyülekezeti alkalmakra, istentiszteletekre. Azonban az életem mindennek ellenére egy egészen más irányt vett. Már egészen kicsi koromban többször is megloptam a szüleimet, miután sikerült kifigyelnem, hogy hol tartják a pénzt. Aztán azt gondoltam, hogy a hazugság is egy teljesen célra vezető módszer apróbb csínytevéseim és rossz tanulmányi eredményeim elleplezésére. Még a bizonyítványomat is meghamisítottam egyszer. Persze végül mindezekre mindig fény derült, és azt hiszem nem nehéz elképzelni, hogy mit kaptam én oda-haza ezután. Aztán később az általános iskolás osztálytársaimmal, vagy barátaimmal elkezdtünk diszkóba és egyéb nyilvános szórakozó helyekre járni, ahogy ezt a nagyok is tették. Idővel egyre keményebb zenéket, egyre durvább zenéket kezdtünk el hallgatni, és ennek megfelelően alakult a társaságunk és a bulik légköre is. Azt hiszem nem kell részleteznem, mi minden történik egy-egy ilyen bulin. A kábítószer csak azért nem próbáltuk ki, mert akkor ez még egy szigorúan tiltott dolog volt, és féltünk, hogy függőségbe kerülünk. Természetesen ez az életvitel az akaratom és tudtom ellenére is nagyon komoly hatással volt rám. Egyre feledékenyebb, szétszórtabb, megbízhatatlanabb lettem, és hát az emberi kapcsolataim is egyre felszínesebbé váltak. Ami pedig a külsőmet illeti, a hajamat oldalt felnyírva, fönt pedig hosszan hagyva hordtam, hogy legyen mit rázni pogózás, őrjöngés közben. Persze hirtelen sok haverom lett, akik jók voltak arra, hogy együtt őrjöngjünk, meg hogy együtt szédítsük a lányokat, de ha valami balhéba keveredtünk, akkor én futottam el elsőnek a helyszínről, csúnyán cserbehagyva őket. Persze a bulizás mellett én is a szerelemtől vártam a boldogságomat, ám a párkapcsolataim során átélt kudarcok bizony komolyan megingatták a hosszú, tartós, kiegyensúlyozott párkapcsolatba vetett hitemet, amiről én a Biblia órák során oly sok szépet és jót hallottam. Hiszen én akkor is jártam templomban, és ezt tudták is rólam a többiek. Persze most már tudom, hogy én csináltam rosszul a dolgokat, mert mind a haverok, mind a bulik, mind a párkapcsolatok csak arra kellettek, hogy én boldog legyek, hogy én jól érezzem magamat ebben a világban. A többi meg igazából nem érdekelt. Nézze, itt mindenki a védekezni szokott, a jó cselekedeteit hangsúlyozza.
maga pedig a bűneit sorolja. Várjon, még nem fejeztem be. Egyszer aztán megismerkedtem egy lányjal, aki ugyanolyan vallásos volt, mint én, és akivel szinte mindenben azonos hullámhosszon voltunk. Igen, ő lesz az, gondoltam magamban. Azonban a legnagyobb megdöbbenésemre a kapcsolatunk mintegy 4 év után romokban hevert. Persze ezt egyikünk se ismerte volna el. Én pedig egyre kilátástalanabbnak, egyre reménytelenebbnek éreztem a helyzetemet. Én már soha nem leszek boldog. Időközben, azon a helyen, ahol a családommal és ezzel a lányjal a nyarakat szoktuk tölteni, a helyi gyülekezetben lelkészváltás történt. És az új lelkészről kiderült, hogy egy hihetetlen erőteljes, dinamikus, Krisztusban mélyen hívő prédikátor, aki nem akart másról prédikálni, mint Jézus Krisztusról, az életünk és boldogságunk egyetlen megbízható forrásáról. És akinek az életén is meglátszott az, hogy komolyan is veszi, amiről prédikál. Én még ilyet azelőtt soha nem hallottam. Elkezdtem egyre lelkesebben, egyre komolyabban tanulmányozni a Bibliát, melynek során persze fokozatosan szembesülnöm kellett azzal az éles ellentéttel, ami a Krisztusban hívők komoly, tiszta, kiegyensúlyozott élete és az üres, úgynevezett vallásos életem között feszült. Egyre több olyan emberrel találkoztam, akik szintén Jézus Krisztusban hittek, és akikkel jó volt együtt lenni. És akiknek az életében láttam azokat a kincseket, amiket én a bulizásban vagy a párkapcsolatokban kerestem. És egyre jobban vágyakoztam ezek után, a kincsek után. És egy egészen új élet után, mert rá kellett, hogy jöjjek arra, hogy ha én továbbra is úgy akarok élni, ahogy addig, akkor ezek a kincsek, mint igazi boldogság, békesség, öröm, nem lehetnek az enyémek. Rájöttem arra, hogy az én vallásosságom nem használ semmit. Hogy Istent én csak arra akartam használni, hogy teljesítse a kívánságaimat, teljesítse a kéréseimet, segítsen, ha baj van. Rá kellett, hogy jöjjek arra, hogy nekem a vallásos jófiúnak is meg kell térnem. Újjá kell születnem. Nincs más megoldás, csak ha én is átadom az életemet Krisztusnak. Na most, amikor ezekről a bennem lezajló komoly változásokról beszélgettünk ezzel a lányjal, akit korábban említettem, ő nagyon megijedt, és hallani sem akart az egészről. Pedig most már tudom, hogy a mi romokban heverő kapcsolatunkról is egyedül ez segíthetett volna. Kitartó ellenállásával újra és újra döntés elé állított. Vagy ő, vagy Jézus. A haverok közt sem éreztem már jól magam, hiszen ők sem értettek meg. És voltak, akik ki is nevettek, emiatt a furcsa, újszerű gondolkodásmód miatt. És nem akartam többé ezt a kemény, durva, agresszív zenét sem hallgatni. Isten ellenállhatatlan szeretetének a vonzásába kerültem. Azonban rá kellett jöjjek arra, hogy hiába dobálom ki a kazettáimat, a zene már belülről szól, bennem dübörög. Akkor is hallgatnom kellett, amikor nem akartam. Hosszas vívódások után, amikor már nem bírtam tovább ezt a rengeteg feszültséget, végül is döntöttem, és behívtam Jézust az életembe. Sírva bocsánatot kértem tőle a bűneimért, egész addigi eltékozott életemért. Megköszöntem neki, hogy ő mindezek ellenére szeretett, és nem mondott le rólam. És kértem, hogy legyen ő az életem ura, és ezután történjen minden úgy, ahogyan ő akarja. El kellett tehát engednem ezt a lányt, mert nem akart velem tartani azon az úton, amelyen én akkor elindultam. A baráti körömmel is megszakadt egy jó időre a kapcsolatom, és csak később tudtam meg, hogy többen mennyire mélyre kerültek. Vannak, akik alkohol és kábítószer nélkül már nem is érzik jól magukat. Nem kellett többé ezt a kemény zenét sem hallgatnom többé onnan belülről, és nem gyötörtek az előző párkapcsolatok fájó emlékei sem, mert mindezektől megtisztított az Úr. Azóta tudom, hogy a világegyetem ura, ennek a világnak a teremtője vigyáz és figyel rám, hogy nem a vakvéletlen vezet, Istennek célja van az életemmel. Tőle kaptam egy értelmes, felelősségteljes hivatást, és őtőle kaphattam ajándékban mennyasszonyomat is. És azóta, hogy megtértem, minden nehézség, minden próba, minden szenvedés közepette, sőt, annak ellenére is biztonságban érzem magam az Atya tenyerén.
elég, ha most itt csak az egyik családtagunk hosszan elhúzódó, nagyon súlyos betegségére gondolok, ami az egész családot megviselte. De ennek hatására tért meg először édesanyám, testvérem és később édesapám is. És attól kezdve egészen édesanyám váratlanul bekövetkező haláláig szinte minden este összegyűltünk, és megbeszéltük az aznap történteket, és együtt imádkoztunk. Nekem ez nagyon sokat jelentett, hiszen azelőtt ilyen soha nem történt. Jézus Krisztusban én tényleg megtaláltam a boldogságomat, és most már csak az a vágy hajt, hogy ezt minél többet elmondhassam. De a legnagyobb örömet az jelenti számomra, hogy amióta az Úr Jézusé vagyok, tudhatom, hogy az én nevem is fel van írva az életkönyvébe. Ezek azok, akik a nagy nyomorúságból jöttek, és megmosták ruhájukat, és megfehérítették a bárány vérében. Ezért vannak az Isten trónusa előtt, és szolgálják őt éjjel és nappal az ő templomában, és a trónuson ülő velük lakik. Nem éheznek és nem szomjaznak többé, sem a nap nem tűz rájuk, sem semmi más hőség, mert a bárány, aki középen a trónusnál van, legelteti őket, elvezeti őket az élet vizének forrásaihoz, és az Isten letöröl szemükről minden könnyet. Kovács úr felébredt, fürdött az izzadságban, ilyetten nézett körül, olyan sötét volt, mint ott, ahová nem akart kerülni. Meglátva a szobája falán függő ismerős keresztet, rádöbbent. Hát itthon vagyok, hát álom volt az egész. Kovács úr kiugrott az ágyból. Csak álom, gondolta végtelenül boldogan, és elindult, hogy lehozza a padlásról az öreg Bibliáját. Különös kíváncsisággal lapozgatta, majd az egyik oldalon ezt olvasta. De még vár az Úr, hogy megkegyelmezhessen, még hallgat, hogy irgalmazhasson.
mert bár ítélő Isten az Úr, boldogok mindazok, akik benne reménykednek. Kovács úr ámulva ismert magára. Térdre borult, és életében először imádkozott. Ettől a naptól kezdve a Kovács család életében elkezdődött valami egészen új. Két mondatot szeretnék olvasni az Úr Jézustól, a Márk evangéliuma 12. részének a 34. verse így hangzik. Jézus pedig, amikor látta, hogy értelmesen felelt, ezt mondta neki. Nem messze vagy az Isten országától. És a Biblia legvégén, a Jelenések könyve 22. részében olvassuk. Boldogok, akik megmossák a ruhájukat, mert joguk lesz az élet fájához, és bemennek a kapukon a városba. Egy tréfás kedvű lelkész barátom egy kis kitűzőt készítetett magának, és mindig itt hordja a mai napig a zakója hajtókáján, amelyiken semmi más nincs, csak két kérdőjel. És mivel ez szokatlan, furcsa, és rajta kívül senki másnak nincs, többen meg szokták kérdezni, hogy mit jelent ez. És akkor ő boldogan elmondja, hogy mit jelent. Azt mondja, hogy két kérdésre mindnyájunknak válaszolnunk kell előbb-utóbb. Legjobb előbb, mint utóbb. Az egyik kérdés, hogy ha történetesen ma meghalnál, ez nem ijeszgetés, ez egy kérdés. Tudod-e, hogy hova kerülnél? A másik kérdés, ha megállsz a mennyország kapujában, mire hivatkozol, hogy téged oda engedjenek be? Tudod-e, hogy hova kerülnél, és minek alapján szeretnél bekerülni a mennyországba? Testvérek, számomra megdöbbentő az, hogy mennyire nem hajlandó az emberek többsége erről gondolkozni és beszélni. Ünneprontás, ilyesmire gondolni. Pedig ha valami biztos, ha valami hold biztos, akkor az az, hogy egyszer mindnyájunknak megáll a szívünk, és meg kell állnunk az Isten ítélőszéke előtt. És ez nem függ attól, hogy ki hogyan vélekedik. Hogy valaki ezt elképzelhetőnek tartja, vagy nem, mesebeszéd a számára, vagy komolyan veszi, amit erről a Biblia mond, teljesen független a mi vélekedésünktől, meg kell ott állnunk egyszer. És mire hivatkozunk? Egyszer mindannyiunk földi élete véget ér. És ez megint csak nem ijeszgetés, hanem aki ad magára valamit, és gondolkozó ember, annak józanul ezzel a kérdéssel szembe kell néznie. Nem komolytalan dolog az, hogy ha kimegyünk az állomásra, akkor nem akármelyik vonatra szállunk fel, hanem amelyik oda visz, ahova menni akarunk. Itt pedig nem érdekel minket, hogy hova visz az életünk vonata, hogy hova érkezik majd meg. Sőt, sokan még abból is nagy ügyet csinálnak, hogy ülhet vagy állhat, ablak mellett ül vagy nem ablak mellett, néhány óra hosszáig utazik. Amiről pedig itt szó volt, az egy örökké valóságon át tart. Ezt föl se tudja fogni a mi kocka fejünk, hogy mit jelent az, hogy nincs vége. Hogy egy örökké valóságon át. Örvendezek az Isten szeretetében, vagy szenvedek amiatt, hogy elrontottam az életem legnagyobb döntését. Mi itt most nem szórakoztatni szerettük volna a testvéreket, hanem testvéri segítséget adni abban, hogy életünknek erre a két legdöntőbb kérdésére világos, egyértelmű, átgondolt, őszinte választ tudjunk adni. Tudnilik, ezen a világon egy nagy hitetés folyik.
nagy altatás. Gondoskodik a világ fejedelme az ördög arról, hogy egyáltalán el se higgyük, hogy van valami még a halál után is, vagy elhitessük magunkkal, hogy az most nem időszerű kérdés, sokkal fontosabb az, hogy ma mi történik velünk és mire jutunk, vagy ez a patópálos halogatás, hogy eljárjunk arra még, vagy az, hogy elhitetjük magunkkal azt, amit ez az írástudó, akivel Jézus beszélgetett itt a felolvasott igében, hogy hiszen én elég rendes ember vagyok, nem messze vagyok az Isten országától. Csak hogy aki nem messze van az Isten országától, az ugyanúgy kívül van rajta, mint aki messze van. E tekintetben semmi különbség nincs köztük. És Isten szeret minket annyira, hogy őszintén beszél velünk ezekről a fontos dolgokról. Hogy elmondja világosan az ő igéjében, hogy egyszer mindenkinek meg kell halni, és utána az ítélet. Hogy van folytatás a halálunk után is. És a folytatás attól függ, hogy itt, az innenső parton mi történt. Nem is attól, hogy mi mindent cselekedtünk vagy mulasztottunk el, hanem attól, hogy itt elkezdődötte valakinek az örök élet, a Jézussal való közösség, vagy nem kezdődött el. Hiszen a benne hívők már itt kapnak valami kis előleget abból, ami ott majd kiteljesedik és véglegessé válik. Az a békesség, az a csöndes öröm, az a biztonság érzet, az az elégedettség, ami Jézus Krisztus mai tanítványaiban van, az egy kicsi ízelítő abból, ami majd kiteljesedik és végleges lesz. És az a békétlenség, az az örökös veszekedés, az a sokféle félelem, feszültség, ami meggyötör minket, ez a pokolnak az előíze. És ez majd ott kiteljesedik, és véglegessé válik. Mire hivatkozunk? Olyan találóak voltak ezek a jelenetek. Én jó ember voltam, én azért mégis jobb vagyok, mint a szomszéd, és mondunk ehhez hasonló badarságokat, amiknek semmi súlyuk, jelentőségük, hitelük nincs Isten színe előtt. A Biblia azt mondja, és most nagyon summásan fogalmazom, hogy az üdvösségbe csak Jézus Krisztussal lehet bejutni. Egyedül oda senki nem mehet be. Csak ő vele együtt. Most ezt nevezhetjük úgy, hogy aki hisz ő benne, aki bízik ő benne, aki egyedül az ő kereszthalálának az érdemében reménykedik, sokféleképpen megfogalmazhatjuk. Egyszer engem egy 14 éves fiú tanított meg arra, hogy miről is van itt szó. Nekik próbáltam magyarázni ezt, és láttam az arcukon, hogy nem értik. És akkor ez a fiú azt mondta, hogy nem arról van itt szó, hogy odaáll az Úr Jézus, és akik benne hisznek, felsorakoznak mögötte. És akkor ő azt mondja, hogy takarj. Isten pedig azt mondja, hogy ez az oszlop mehet, mármint a mennyországba. És mondtam, hogy erről van szó, csak nem tudtam ilyen értelmesen elmondani. Pontosan erről van szó, hogy oda egyedül Jézus mehet be, és akik felsorakoznak mögéje, de tényleg takarni kell, mert ha fél oldalam kilóg, vagyis benne is bízom meg azért az én cselekedeteimben és szenvedéseim érdemében is, akkor nem mehetek be. Csak ő vele együtt. Ezért használja olyan sokszor az Új Szövetség ezt a kifejezést, hogy ő benne. Csak a Krisztusban, mint egy elrejtőzve, mehetünk mi Isten színe elé. De ő benne és ő vele, akármilyen elrontott élet után is, azt megbánva, bocsánatot kapva mehetünk. Még egy olyan is, akit Jézussal együtt feszítettek keresztre nagypénteken, aki nem sok jóra hivatkozhatott volna, de tőle kért segítséget, és neki is megígérte az örök életet. Az a döntő tehát, testvérek, hogy itt összeforr-e a mi életünk Jézussal. És ez most ne papos beszéd legyen, hanem végre döntsük már el, hogy kell nekünk az, amit Jézus hozott erre a földre, és amit az ő halálával is hitelesített, vagy nem kell. Meg vagyunk mi nélküle is, eléldegélünk néhány évtizedig, úgy, ahogy elütjük, verjük,
aztán majd csak lesz valami utána. Akkor valljuk be, hogy ilyen igénytelenül és felelőtlenül gondolkozunk. Vagy ha komolyan vesszük azt, amit Isten igéje erről, ezen a héten, ennek az estéjén is mondott, akkor egy ilyen visszavonhatatlan, nyugodtan átgondolt döntésnek meg kell születnie az életünkben, ezt ki is kell mondanunk a mi Urunknak, mint ahogy kimondtuk a házastársunknak is annak idején, hogy őt akarom házastársul, még az anyakönyvvezetőnek is, még ha templomba elmentünk, a lelkésznek is ki kellett mondani, és ugyanígy szövetséget kötni, vállalni a mi Urunkat, aki vállalt minket, előlegezve irántunk való szeretetét már a kereszten. Nem üres kép az, amit Jézus mond, hanem a mi életünk és örök életünk függ tőle, hogy az ajtó előtt állok és zörgetek, ha valaki meghallja az én szavamat és kinyitja az ajtót, bemegyek ahhoz, és vele vacsorázom, és ő én velem. Ez az egyetlen lehetőség arra, hogy ez a sokszor nagyon nehéz földi élet is már egy kis mennyországgá váljék a számunkra, és a miénk legyen már itt az örök élet Jézus Krisztus ígérete szerint. Jézus ezen a héten kopogtatott mindannyiunk ajtaján. Egyszer majd eljön az idő, amit itt az énekben így hallottunk, hogy eljön az óra, hogy én kopogtatok. És hogy akkor mi lesz, az attól függ, hogy most nyílik az ajtó ő előtte, vagy nem. Tehát kimondjuk azt becsületesen, hogy Uram, én akár vallásos voltam, akár nem, akár milyen tudományos életet éltem, akár nem, én eddig gyakorlatilag nélküled éltem. Én ma sem kérdeztem, hogy mit akarsz, hogy cselekedjem. Nem tudom, ki kérdezte ezt ma tőlünk. Én nem vagyok veled beszédes viszonyban. Szeretnék veled szövetségre jutni. Köszönöm, hogy te fölkínálod ezt a lehetőséget. Gyere be az életembe, és te parancsolj mostantól kezdve. De ezt ki is kell mondani, erről kár ábrándozni, elmélkedni, meg kell fogalmazni, és egy világos imádságban neki kimondani. Ezt követi az, hogy rádöbbenünk, hogy mi választott el eddig tőle, a bűneink, és akkor nyílik az ajtó. És semmi más feltételt nem szab. Azt mondja, hogy zörgetek, aki kinyitja, bemegyek, és mindenemet neki adom. Ennyire egyszerűvé tette ő az ő áldozatával, az ő végtelen nagy szeretetéből. De nem csak a halál utáni örök életünk függ attól, hogy Jézussal szövetséget kötünk-e vagy nem, hanem ez az élet is egészen más már. Áldom az Istent azért, hogy korán megismerhettem ezt a szeretetet, és kinyithattam az életemet az Úr Jézus előtt, egészen másként zajlott a pályaválasztás, a párválasztás, egészen másként hordozhattam a próbatételeket, soha nem voltam többé egyedül. Jézus nem hagyja magára azokat, akik ővele szövetséget kötnek. És hogy ez mit jelentett, amikor a szüleim ravatalánál álltam, vagy a műtőasztalon feküdtem leszíjazva, vagy néhány évvel ezelőtt a halál szélén voltam, és szembe kellett nézni azzal, hogy nem megyek már haza a kórházból, hogy ez milyen kimondhatatlan töbletet jelentett. Ahhoz képest, mintha ez a közösség nem lett volna, azt csak azok tudják, akik átélik. Van egy szép ének, amelyiknek az egyik sora úgy hangzik, szerelmesid tudják csupán, szerelmed mit jelent. Aki meg nem tudja, az ne szóljon hozzá, és ne ócsárolja, vagy tekintse ezt semmisnek. Megteheti, de azzal nem jutott előbe. Viszont mindnyájan megtudhatjuk. Mindnyájan az ő szerelmeseivé válhatunk, ezt most a szó szent értelmében értsük, és akkor megtudjuk, hogy mit jelent az ő szeretete. Már itt, és majd egykor odafent is. Erre a két kérdésre mi a mi válaszunk, most, ahogy itt ülünk vagy állunk? Tudom-e, hogy hova érkezem meg, hova visz az a vonat, amin vagyok, és mire fogok hivatkozni? Egyedül őrá hivatkozhatunk, de egyedül ővele lehetünk itt is boldogok. És ezt is olyan egyszerűen fogalmazta meg Jézus,
Azt mondja, aki hallgatja az én igémet, és hisz annak, aki engem elküldött, örök élete van, és nem megy már az ítélete, mert átment a halálból az életbe. János 5.24. Hallgatja az én igémet, nem csak egy-egy ilyen héten, hanem folyamatosan, és hisz annak, aki engem elküldött, vagyis az atyának, aki azt mondta, hogy ő az én szeretett fiam, akiben gyönyörködöm, tehát elhiszi, hogy Jézus az, akinek ő mondja magát, aztán mindebből következik az összes többi, annak örök élete van. És az nem nagyképűen, hanem nagyon alázatosan és csendesen, de szent meggyőződéssel mondhatja, hogy én tudom, hogy hova megyek. Őhozzá megyek, mert már most ővele járok. És aki ővele jár, az oda érkezik meg, ahol ő van, és ahol ő lesz. Isten adjon nekünk bátorságot ahhoz, hogy szembenézzünk a valósággal, és érdemi választ adjunk az ő kérdéseire. Aztán egy életen, meg egy örökké valóságon át áldjuk őt ezért a nagy lehetőségért. Imádkozzunk! Úr Jézus, szeretnénk az ének szavaival most egészen személyesen vallani neked. Ó Jézus, állva csendben az ajtón kívül állsz. Bejönnél már, de némán kulcsfordulása válsz. Mi mondjuk, hogy miénk vagy, te vagy a név, a jel. Ó szégyen, hogy te légy az, akinek várni kell. Bús szégyennel behívunk, az ajtónk nyitva már. Jöjj Jézus, jöjj, ne hagyj el, a szívünk várva vár. Amen. Mondjuk el az Úr Jézustól tanult imádságot. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vígy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Szeretném megköszönni a testvéreknek, hogy együtt tölthettük ezt az órát, és akármennyire összetartozunk, én szeretném megköszönni a mi gyülekezetünk fiataljainak is, hogy rászánták ezt a napot, és szeretettel jöttek. Nem sietnek haza, aki szívesen vált néhány testvéri szót velük, itt vagyunk még, és örülünk annak, hogyha röviden beszélgethetünk. Ha Isten éltet minket, holnap délelőtt szeretnénk befejezni a Péterről szóló sorozatot. Holnap már egy egészen más Péterrel találkozunk. Említettem, hogy az apostolok cselekedeteiről írt könyv 10. fejezetét, aki elolvassa, az megtudja, hogy miről lesz szó majd holnap. Ezt az alapvető változást kész az Úr Jézus mindannyiunk életében végbevinni, ami Péter életében is megvalósult. Készüljünk imádkozva erre a holnap délelőtti alkalomra is. A befejező áldás előtt pedig énekeljük a 230. énekünket. Az éneklapon is rajta van ez. 230. Áll a Krisztus szent keresztje, elmúlás és rom felett.
Isten áldását kérjük. Jézus Krisztus mondta, én vagyok a világ világossága, aki engem követ, nem járhat sötétségben, hanem övé lesz az élet világossága. Amen. Isten velünk, viszontlátásra!